Jó volt hozzám az idegen föld. Vihar szaggatt a csontjaim, gyökerek téptek benne rendre. Tölgyfává nőttem újra, aminek születtem. Vas Albert Tölgyfa az idegen földön című versével köszöntötték az egybegyűlteket az író születésének 115. évfordulóján megrendezett rajzverseny díjátadóján. A hagyományokhoz híven a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ és a Vas Albert Törzsasztal minden évben meghirdeti a rajzpályázatot, melyel tisztelegnek az erdélyi magyar író emléke előtt. A kiírás szerint általános és középiskolás diákokat invitálnak az író művei alapján elkészített rajzok versenyére. Az idei évi téma a Hunok útra kelnek című monda és a Tavak könyve negyedik meséje volt. Szabó László, a Vas Albert Törzsasztal alapítója elmondta, az elsők között vetődött fel 18 évvel ezelőtt az ötlet arról, hogy állítsanak szobrot a városban. Az alkotója Kolozsi Sándor Kolozsvárra szánt, de az akkori városvezetés ezt teljesen kizárta. Így aztán a mi ötletünk folytán Bonyhádra került a szobor, és hát ennek a szoborállításnak a háttér bázisaként jött létre 2004 nyarán, júniusában a Völgységi Könyvfesztivál keretében, ott alakult meg a Vas Albert Törzsasztal, és hát támogatta a szoborállítás ügyét, és mindemellett az egyik fő célkitűzése a Törzsasztalnak Vas Alberti életmű népszerűsítése, és ezzel párhuzamosan az értékközpontú irodalom támogatása. Ennek a folyamatnak részeként indult a rajzverseny is, melynek célja az volt, hogy a gyerekek az alkotásokon keresztül is jobban megismerhessék Vas Albert művészetét. Tanakodtunk, hogy a gyerekek számára mit lehetne létrehozni, hogy ők is bekapcsolódhassanak, hiszen Vas Albertnek van két gyönyörűséges mesegyűjteménye, az Erdők könyve és a Tavak könyve. Hát így jött a gondolat, hogy mi lenne, ha ezekre a mesékre rajzolnának a gyerekek, tehát ilyen meseillusztrációs rajzpályázatként jött létre. Már az első évben, tehát a szoborállítás utáni első évben már meghirdettük. Mindig én vagyok az áldozat, hogy kiválasszam az év meséjét, amire majd rajzolnak a gyerekek, de nagy örömmel és buzgalommal készítik az illusztrációkat. Hát az idén 201 pályázat érkezett be. Csábrák Gyöngyi pedagógus szerint a gyerekek szívesen vesznek rajzeszközöket a kezükbe, amikor ilyen módon kell illusztrálniuk egy-egy történetet. Ugyanazt a mesét hallja minden gyerek, de miközben hallgatja a mesét, mindenkinek a fejében másképp rajzolódnak meg a szereplők, máshogy képzeli el a helyszínt, és miközben figyelemesére és gyűjti ezt a sokfajta impulzust, ami éri mesehallgatás közben, vagy a nagyobbaknál már meseolvasás közben, egyrészt nagyon, nagyon kellemesen pihentető és relaxációs élménye is van a gyereknek, másrészt rengeteg örömforrást kap belőle, mert hogy közben vagy azt éli meg, hogy egy pozitív szereplő elnyeri a jutalmát, vagy azt éli meg, hogy némi viszontagság után, de a rossz az elnyeri a büntetését. És ez nagyon fontos a gyerekeknek, hogy azt tudják, hogy mindennek van következménye, és hogy előbb-utóbb érdemes tisztességesen és jól csinálni a dolgunkat. Az biztos, hogy azzal, hogy nagyon sok állat szereplője van, és ezek az állatok emberi képességekkel vannak felruházva, biztos, hogy nagyon sokat tanul belőle minden gyerek. A díjátadó ünnepség végeztével a Művelődési Központ parkjában felállított Vas Albert szobornál folytatódott a megemlékezés, ahol Filóni Ferenc Ibolya polgármester emlékezett meg a máig megosztó író életéről. Sokszínű és gazdag életműve a 20. század legnagyobb magyar írói sorába emelik. És arra az íróra, aki 25 évvel a halála után
még mindig megosztó. A nagy egyéniségek nagy viharokat kavarnak. Nem csak életükben, de holtukban is. Háborús bűnös. Antiszemita. Mi az igazság? Maga az író az igazságról több alkalommal is vallott. Álljon itt egy mindannyiunk számára megfontolandó idézete. Nem haragszom soha az emberekre, ha másképpen vallják a dolgokat, mint én. Mert tudom, hogy az ő igazságuk is éppen olyan igazság a maguk szempontjából, akár az enyém. Az élet sok apró igazsága között talán nem is az igazsága fontos, hanem a békesség, mellyel megszorítjuk egymás kezét az igazság fölött. Számomra fontos a közös megemlékezés, hiszen annak közösségben való megélése erősíti nemzeti összetartozásunkat, egymáshoz való kötődésünket. Ennek a hagyománynak és főhajtásnak része az emlékezés mellett az alkotás öröme is, amelyet idén több mint 200 gyermek élhetett át a meseillusztrációs pályázatnak köszönhetően. Arról, hogyan merültek el a történetek színes világába, a kiállított képek tanúskodnak. Tisztelt emlékezők! Bas Albert a megmaradás törvényét 7 parancsolatában foglalta össze. Útravalóul idézzük fel ebből a másodikat, mely adjon erőt mindannyiunknak a kihívásokkal teli új esztendőben. Magyar mi voltodat, az Úr legszebb ajándékát meg ne tagadd soha. Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg a nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja, az Urat tagadja meg, s elvész nyom nélkül a népek tengerében.